Demonstrációt tartanak a Színház és Filmművészeti Egyetem diákjai, a megmozduláson Vigyenszky Attila vezetői kinevezése ellen tiltakoznak, mert szerintük ezzel csorbul az intézmény önállósága és szabadsága. A helyszínen, a Vas utcában ott van kolléganőnk György Gabriella. Szervusz Gabi, kik szólaltak fel eddig a rendezvényen, és mi a legfőbb üzenete a szónokoknak? Szervusz, Márti, üdvözlöm a kedves nézőket, már gyülekezik a tömeg itt a Vas utcában. Ugye felszólalók még nem mondtak beszédet, hiszen 7 órakor kezdődött az esemény, de ez hivatalosan egy utcabál, úgyhogy a zenekarok már melegítenek. És hogy miért utcabált szerveztek a hallgatók, azt mondják, hogy az egyetemnek a 155 éves történelmét, a szabad történelmét ünneplik meg így, hiszen nem tudják, hogy mit hoz a holnap, hiszen szeptember 1-től magán egyetemmé válik a Színház és Filmművészeti Egyetem, és az azt működtető alapítvány, a hallgatók szerint a kormány az azt működtető alapítványon keresztül teljes hatalmat gyakorolhat majd az egyetem felett. Ugye a hallgatók azt sem értik, hogy mi okolta a sürgős átalakítást, a finanszírozási forma, átalakítását. És tulajdonképpen emiatt is demonstrálnak most. Ugye hivatalosan májusban nyújtotta be Semjén Zsolt azt a törvényjavaslatot, ami átalakította az egyetemnek a működését, de ez már mostantól, szeptember 1-től tulajdonképpen életbe is lép. Ha jól számolom, egyébként ez a 4. demonstráció már májusban is, amikor közvetlenül a törvényjavaslatot elfogadták, akkor is hirdettek a hallgatók egy tüntetést, és tulajdonképpen úgy tűnik, hogy nem hallgatták meg a szavukat, hiszen életbe lép ez a fajta működési váltás, ez a fajta új működés az egyetem életében. 7:30-kor kezdődnek a beszédek, és Fulajtár Andrea, Hajdú Szabolcs, Bodó Viktor, Németh Gábor és Enyedi Ildikó is beszédet fognak majd mondani, és hivatalosan egészen este 10 óráig tart majd ez a fajta utcabál, ez a fajta demonstráció. György Gabriella, köszönjük szépen a helyszíni tudósítást!